A Provértes Nonprofit ZRT jóvoltából megjelent az Eszterházi Móriczról szóló életrajzi ismeretterjesztő film DVD változata. A film közel egy órás verzióját tartalmazó korongon nem csak a hányatott sorsú grófról, miniszterelnökről szóló film látható, hanem a 2019-es csákvári premierkor az Eszterházi család tagjaival készült interjú is. Szép volt a film, és gratulálok hozzá. Nem vagyok egy nagy családfakutató, de azért aránylag tisztában vagyok dolgokkal, de ez most egy új dimenzióba ültette a nagypapának a szerepét is, meg a személyiségét, meg tényleg nagyon fontos információk jutottak el hozzám, és hát nagyon jók voltak a vágások, a helyszínek. A filmnek ez a verziója egy csákvári epizóddal bővült, hiszen Eszterházi Móricz nyilván apjától örökölten már fiatalon fellépett a szegények, béresek, napszámosok életkörülményeinek javításáért. Fornapuszta is nagyon sokat köszönhet Eszterházi Móricz munkásságának, hiszen az itt található dohányosház, de mondhatnám egész Fornapuszta is, és a puszták népe az ő egyik nagyon áldásos tevékenységének köszönheti későbbi és akkori előnyeit, az 1907-es cselédtörvény megalkotásába Eszterházi Móricz oroszlán részt vállalt, tette ezt annak ellenére, hogy tulajdonképpen az ő előjogaiból nagyon sokat le kellett ehhez adni, viszont az uradalmi cselédség az a nyomorából tulajdonképpen akkori viszonyok között luxus körülmények közé kerülhetett ezeknek a cseléd lakásoknak a elkészültével. Az Eszterházi Móriczról szóló DVD megvásárolható a csákvári Gessner házban, a Majki Kamalduli remetességben és az Oroszlányi Fókusz könyvházban. A film DVD-n megtekinthető a Tatabányai József Attila megyei könyvtárban, és eljuttattunk belőle egy-egy példányt az egykori csákvári Eszterházi uradalom településeire is.